Tavasz van. Csivitelnek a madarak, és olyan finom a levegő. Mondjuk itt nem jártam még az erdőbe, de nagyon tetszik. Jó napot, vadász bácsi! Hova tart ilyen sebben lobbal? Hát épp most hívott a nagymama, hogy ott van a házban a farkas, és be akar törni. Megyek, és ellátom a baját. Jaj, segítség! Mit akarsz tőlem? Legerges! Mármint mi az összefüggés közted és a húsvét között? Hát én vagyok a húsvéti Nuszi, és a húsvéti Nuszi nélkül nincsen húsvét. Nem igaz? Hát én... Ne félj, Ancsi, minden megoldódik. Ha-ha! Azt ti csak hiszitek! Innen egy könnyen nem juthattok ki. Dehogy rosszat álmodtam. Veszélybe került a húsvét. Miért? Mit álmodtál, kicsim? Hát a vasorrubába elfogta a húsvéti Nuszit. Most mi lesz? Nem lesz húsvét? Nagyi, ez borzasztó lenne. Miért ne lenne húsvét? Jézus, Isten fia több mint 2000 évvel ezelőtt megszületett. Ezt ünnepeljük karácsonykor. De nem maradt mindig kisgyermek. Felnőtt és beteljesítette azt, amiért az atya elküldte őt. Tanította az embereket az Isten ismeretére. Gyógyította és szabadította őket az ördög fogságából. Hát azt mondta a húsvéti Nuszi, ha ő nincs, akkor nincs húsvét. Hát, ez nem éppen így van. 40 korbácsot és mérjetek rá. Majd feszítsétek keresztre. És felvette Jézus az összekorbácsolt vállára a keresztfáját. És vitették vele a Golgota nevű helyre, amely megmagyarázva azt jelenti koponya helye, hogy a római szokás szerint keresztre feszítsék, mint bármely más bűnöző. És végül felkiáltott Jézus. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És kibocsáltál lelkét, és a te... Miért keresitek a holtak közt az élőt? Nincs itt. Feltámadt, amint beszélte néktek, amíg veletek volt. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él, és hisz én bennem, soha meg nem hal. Örök élete van. Igen. A húsvét attól húsvét, hogy Jézus feltámadt, és ezen már semmi nem tud változtatni. Jézus ezt a győzelmet véghez vitte. Ettől örömünnep a húsvét.